Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 34. adásában. Mai műsorunkban Karácsonyi Mihály plébános úrral a bőti időszak fontosságáról beszélgetünk. Ezt követően az influenza járvány megelőzéséről és a betegség kezeléséről tájékoztat minket dr. Vészi Zsuzsanna. Végül a Galgahivízi Ökofalu tavaszi programjaiba is betekintést kaphatunk a Gája Alapítvány igazgatójától, Gábor Esztertől. Tartsanak velünk ma este is! A farsangi időszak végével elérkeztünk a bőti időszakhoz, amikor is a húsvétra és Jézus Krisztus feltámadására készülnek a keresztény emberek. Azonban nem csak a katolikus keresztény egyházban jelenik meg a bőjt, hiszen nagyon sok fajtájával találkozhatunk manapság szerte a világon. Szeretettel köszöntöm Karácsonyi Mihály Bagi plébános urat, aki ellátogatott hozzánk a témával kapcsolatban. Köszönöm, tisztelendő úr, hogy elfogadta meghívásunkat, dicsértessék a Jézus Krisztus. Tisztelendő úr, azt szeretném első körben megkérdezni, hogy mit is kell az alatt érteni, amikor mi így hétköznapi emberek a bőjtről beszélgetünk? Hát a bőjt maga keresztény ember számára onnét indul, hogy Jézus mielőtt a nyilvános működésébe elindult volna, kivonult a pusztába, hogy felkészüljön a küldetésére, és ezt bőjttel tette meg, imádságban és bőjtben élt 40 napig kint a pusztában. A keresztény ember ezért erre a 40 napos bőjtre emlékezve maga is készülve Jézus húsvéti misztériumának megünneplésére, amely magába foglalja a kereszt áldozatot, Jézus szenvedését, halálát és a föltámadását. Erre készülve, Jézust utánozva, követve próbálja fölkészíteni saját maga lelkét úgy, ahogy Jézus akkor ott fölkészült, fölkészíteni arra, hogy ez az ünnep igazán méltó legyen az üdvözítőhöz, méltó legyen a keresztény ember lelkéhez. És ezért a bőjt az ember számára egy kicsit a visszafogottságot jelenti. Visszafogottságot nem csak az ételben, italban, mert leginkább ezt szoktuk érteni rajta, hogy nem eszünk annyit, vagy éppen a hús ételtől visszafogjuk magunkat, hanem sokkal inkább abban, hogy egy kicsit önmagunkba fordulunk, megpróbálunk saját magunkkal tisztába lenni, megpróbáljuk a lelkünket az Isten felé fordítani, hogy észrevegyük, hol kell változtatni az életünkön, hol kell jobbá tenni, hogyan lehet azt jobban igazítani Isten törvényeihez és a mindennapi élethez. És ezért ez a bőjt számunkra nem csak az, amit megfogalmazhatunk, mint ahogy az Anya Szentegyházunk megfogalmazza, hogy szigorúan meg kell tartani a hústól való megtartóztatást nagybőjt péntekein, illetve nagybőjt első napján, hamvazószerdán, hanem azt is jelenti, hogy egy kicsit visszafogjuk magunkat a szórakozásban, a hangoskodásban, és megpróbáljuk a csendet megteremteni önmagunkban, ha lehet magunk körül is, és ezt az önmagunkban megteremtett csendben felfedezzük magát az Istent, és felfedezzük azt, hogy hogyan jutunk el hozzá. Hiszen Jézus, amikor kint volt a pusztában, éppen ezért tette ezt meg, hogy ő is az Istennel együtt legyen, mint egy átbeszéljék mindazt, hogy az ő küldetése, az ő ige hirdetése milyen szálon fusson, hogyan és miképpen történjen meg. A Biblia ugye utat mutatott számunkra ahhoz, hogy a keresztény ember hogyan, miként bőjtöljön, de mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik mondjuk nem vallásosak, nem keresztények, és mégis szükségük van a bőjtre. Miért van szükségük erre a mai világban? Hát elsősorban azért van szükség, mert hiszen önmagukkal tisztában kell lenni az embereknek. És hát ma sajnos a nagy kavalkádban, amiben élünk, a felgyorsult világunkban a legkevesebb idő arra jut, hogy önmagunkkal tisztában legyünk, hogy egy kicsit szembenézzünk önmagunkkal, felismerjük, hogy kik vagyunk valójában. És ezért úgy gondolom, hogy ha
a testi bőtölést is hozzátesszük, akkor azért manapság, amikor sok mindent próbálnak az emberek tenni a szépségükért, a formájuk kialakításáért, ugye elég, hogyha emlékezünk arról, hogy különösen a nők, de azért a férfiak közül is sokan vannak ilyenek, hogy fogyókúrákat tartanak, meg mindenféle hasonló dolgokat, lehetőleg drága pénzen, pedig hát egyszerűen nem, az kellene csak, hogy egy kicsit visszafogjuk magunkat az ételben is. Az ő számukra is azért az, hogy önmagukkal elégedettek legyenek, fölismerjék azt, hogy mi a feladatuk ebben a világban, milyen küldetésük van, vagy éppenséggel mit szeretnének elérni, ahhoz az kellene, hogy egy kicsit csendben legyenek, és ebben a csendben megpróbálják a saját maguk életét úgy rendbe rakni, hogy lássák, merre kell haladni, mit kell elhagyni, mit kell még befogadni a világból, hogyan kell átformálni, átalakítani saját magukat. És ezért azt gondolom, hogy hívőnek és nem hívőnek egyformán a csend a legfontosabb része a bőtnek, amikor nem csak a külső zajoktól próbálunk távol maradni, hanem elsősorban a lelkünkbe szeretnénk egyedül maradni, önmagunkban felkészülni arra, hogy amikor majd az emberekkel találkozunk, akkor a kapcsolataink szépek és jók legyenek. A keresztény ember ezt a kapcsolatot az Istennel való kapcsolattal is kibővíti, a nem vallásos ember az pedig azzal, hogy az emberi kapcsolataiban szeretne majd valami jót, szépet elérni, ezzel biztos, hogy meg fogja tenni, és hogyha kész arra, hogy visszavonuljon önmagában, egy kicsit visszafogja magát ezekben a napokban, akkor biztos, hogy az emberi kapcsolata is javulni fognak. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog a mai társadalomban az, hogy ezt már gyermekkorban megismeri az ember, hogy mi is ennek a jelentősége és mi a hatása. Hogyan tudjuk a gyermekekkel megismertetni a bőjtnek a lényegét? A vallásos ember számára egy kicsit ez könnyebb, hogy az iskolában, amikor a gyerekekkel erről beszélgetünk, akkor annyiból könnyebb, hogy látjuk Jézus szenvedését magunk előtt, és hát megpróbáljuk Jézusra fordítani a gyermekek figyelmét. Például most éppen azt, hogy a tövis koszorút, amit Jézus fejére tettek, azt megpróbáljuk átváltoztatni virágkoszorúvá, hogy ne fájjon annyira Jézusnak. A gyerekek számára egy kicsit inkább ilyen oldalról lehet megközelíteni. De a gyermek számára is lehet olyan példákat mutatni, amely azt próbálja elmondani, hogy a visszafogottság, a csend és a testi bőjtölés is segíteni fog abban, hogy akár az iskolában jobban teljesítsen, akár a többi gyermek előtt is jobban megállja a helyét. Én úgy gondolom, hogy a kisgyermekek számára nem olyan könnyű ezt elmondani, hogy most miért kell elhagyni a csokit, vagy az édességet, vagy éppen a chipset, ahogy manapság sajnos ezzel eléggé el vannak telve, de mi egy kicsit könnyebben vagyunk azzal, hogy Jézusra hivatkozva próbáljuk őket visszafogni ebből, vagy meggyőzni őket arról, hogy hát egy kicsit visszafogottabbak legyenek ebben. A szertartások tekintetében a katolikus egyházban hogyan épül fel ez az időszak egészen addig, amíg Jézus Krisztus feltámadását megünnepeljük? Hát nagybőt alapvetően a bűnbánatnak az ideje, hiszen ezért a liturgikus színe a lila, amely mindig a bűnbánatot próbálja elénk állítani, és a nagybőti időben ebben a 40 napban megpróbáljuk bűnbánatra hangolni önmagunkat, a templomi közösséget, hogy egy kicsit érezzük azt, hogy Jézus a mi bűneinkért és mi miattunk kellett, hogy szenvedjen és meghaljon, és hogyha visszafogjuk magunkat ebben, megpróbáljuk levetni a bűnös természetünket, akkor könnyítünk is Jézuson, ugyanakkor közelebb is kerülhetünk az Istenhez, végső soron a végső célunkhoz, az örök élethez. A nagybőti időben is megkülönböztetünk különféle vasárnapokat,
majd nem sokára lesz a fekete vasárnap, amikor letakarjuk a kereszteket is lila lepellel, mert így próbáljuk egy kicsit a Jézus szenvedését és halálát magunkba foglalva jobban ráhangolni az utolsó időben a nagybőti bűnbánatra. Ugyanakkor jön majd a virágvasárnap, amelyet szenvedés vasárnapnak is szoktak nevezni. Virágvasárnap, ami Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának a vasárnapja, de ugyanakkor már látjuk Jézus szenvedését, a keresztutat és a kereszt halálát is, ekkor éppen a passiót, Jézus szenvedés történetét is olvassuk a Szentmisén is. Ezért ezek a vasárnapok egyre inkább, ahogy közeledünk a nagy ünnephez, a húsvéti misztériumhoz, titokhoz, annál inkább próbálják elmélyíteni, hogy Jézus szenvedése lebegjen a szemünk előtt. A Bagi templomban a vasárnapi szertartások milyen időpontban kezdődnek? Bagon vasárnap délelőtt 9 órakor van szentmise, és este 6 órakor. Ez a két időpont annyiból mindenképpen jó, hogy aki inkább reggel korábban szeret fölkelni, jobban el tud jönni, aki kicsit lustább, az azért inkább este, vagy éppen más egyéb dolga is van, és hát közben azért 11 órakor is van, de az a másik faluban, Hévízgyörkön van. Beszéltünk korábban arról, hogy ugye nyilván a katolikus és vallásos emberek részt vesznek ezeken a szentmiséken, szertartásokon a nagybőjt alatt, és betartják azokat a meghatározott szabályokat, amit a nagybőjt idejében a Biblia is megkíván, és követik Jézus Krisztus, illetve a Jóisten utasításait. Ám azok az emberek, akik nem vallásosak, nagyon sokféleképpen megtehetik a hasonló hatás érdekében ezeket a dolgokat, de mégis milyen példákat tudna mondani ön, mint tisztelendő atya erre? Hogyha akár naponta csak egy kis időt tudnak rászánni ebben a mai rohanó világban, mi az, amit érdemes tenniük? Hát a nem vallásos embereknek mindenképpen az, hogy megálljanak. Kinek melyik időpont a jobb, de általában erre az esti órák az alkalmasabbak, bár ugye a mai időben a televízió meg minden más hasonló média kapcsán egy kicsit kevesebb időnk van este, de mégis ez az alkalmasabb idő arra, hogy egy kicsit elcsendesedjen az ember, és végig gondolja a másnap, az aznapi élet történetét, hogy reggeltől este mi minden történt vele, mert ebben sok mindent felfedez az ember, hogyha tárgyilagosan és őszintén nézi saját maga cselekedeteit, beszédét, gondolatait, akkor felfedezi benne, hogy ott lehetett javítani, ott másképpen kellene, ezt azonban erősíteni is kell. Tehát az ember úgy a csendben, ebben a nyugodtságban rá fog jönni arra, hogy mit kell változtatni, vagy éppenséggel mind kell még erősíteni. Én azt gondolom, hogy számukra ez az időpont, ez nagyon jó. Ugyanakkor azért azt gondolom, hogy napközben is sok alkalom adódik erre, hiszen ha csak sétálunk az utcán, valóban egyik helyre megyünk a másikra, és egyedül vagyunk, akkor is bőségesen jut idő egy kicsit elgondolkodni, vagy éppen utazunk, és nincs senki beszélgető társ mellettünk, akkor is van rá alkalom. És ezernyi más egyéb dolog is lehetséges, mindenkinek a saját maga életkörülménye határozza meg természetesen, de úgy gondolom, hogy ezek az időpontok megtalálhatók mindenki számára. Nem kell más hozzá, csak akarat, jó szándék. Hogyha megvan bennem az akarat, akkor megtalálom hozzá az időt is. Kezdjük tehát akkor az akarattal, és találjuk meg mindannyian minden nap azt az időt, amit a saját lelkünk ápolására szánhatunk. Legyünk akár hívő emberek, akár nem vallásosak. Mihály atya, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm én is. Stábunkkal megérkeztünk a Turai házi orvosi rendelőbe,
ahol itt ül velem szembe dr. Vészi Zsuzsanna, Turay házi orvos doktornő. Szeretettel köszöntöm Ön, Zsuzsanna, és azért jöttünk el ma Önhöz, hogy az influenzás időszakról beszélgessünk, ugyanis már bőven az időszak sűrűjébe érkeztünk. Meg kell, hogy beszéljük, hogy hogyan tudjuk megelőzni a betegséget, illetve hogyha már valaki beleesett, akkor hogyan tudja ezt orvosolni. És az első nagyon fontos kérdés, egy sarkalatos pont ebben a témában, az immunrendszerünknek az erősítése és az immunrendszerünk feladatának a fontossága. Mi is tartozik ebbe a témakörbe, doktornő? Hát az immunrendszer az tulajdonképpen mindennel kapcsolatban van, az egész emberrel. Úgyhogy hát a fertőző betegségek és mindenféle egyéb betegségeknek a betegségeken való túljutás, tehát hogy az ember túljusson a betegségen, legyőzze főleg a fertőző betegségeket, akkor hát ez fontos szerepe van az allergiás dolgoknak a létrejöttében. Ez egy tévútja az immunrendszernek, tehát nem tökéletes a működése. Sőt, még a daganatos betegségben is fontos szerepe van, mert az épp immunrendszer az felismeri a rossz sejteket, amik mindig képződnek az emberben, és ezek a zabolátlan sejtek, amik nem megfelelőek, ezeket az immunrendszer felismeri és elpusztítja. Tehát mindenhez kell az immunrendszer. Milyen típusú betegségek közé sorolható az influenza? Hát az influenza az fertőző betegség. Különböző fertőző ágensek okozzák az ilyen betegségeket. Az influenza az egy vírus okozta betegség. A vírus az egy hát nagyon primitív szervezetnek mondanánk, ahhoz képest, hogy milyen bonyolult a betegség, és milyen nehéz azt legyőzni. Tulajdonképpen csak egy információ a vírus, DNS tartalmaz, a vírus testének a információja, és ezt, ahogy az ember megkapja, hogy bekerül a szervezetébe, akkor megtámadja a sejtet, ami akárhol is van sejtünk a torokban, a tüdőben, a mindenhol, az egész testben, megtámadja a sejtet, behatol, és ezt az információt bejuttatja a sejtnek a központjába, és így a sejt a saját testét fölhasználva rengeteg vírust hoz létre, akkor elpusztul és kibocsátja a sok vírust. Tehát így szaporodik a vírus nagyon gyorsan. Vírusos betegségről lévén szó, lehetőségünk van arra is, hogy oltást kérjünk az influenzás időszak előtt. Milyen esetekben ajánlja a doktornő az oltás kérését, illetve most ebben az időszakban van-e még erre lehetőségünk, érdemes-e beoltatni magunkat a betegség ellen? Hát oltani főleg azt javasoljuk, vagy az egészségügyi szervezetek azt javasolják, azokat az embereket, akik jobban veszélyeztetettek, akik súlyosabban betegednek meg, esetleg nem tudják önállóan legyőzni, az immunrendszerük már gyengül. Most hát a gyerekeknél is szokták javasolni, de ott még nem gyengül, hanem még nem kifejlett az immunrendszer. Az időseknél 60 év fölött sajnos, ami még ugye nem nagy kor, de már az immunrendszer akkor is gyengül. Tehát az időseknél javasolják. Hát most az újabb, a H1N1 újfajtája az azért a terhe kismamákra is veszélyes, mert őnekik például az immunrendszerük azért nem tökéletes, hogy úgy mondjam, mert erőszakkal vissza van szorítva, hogy az idegen fehérjét, a babát, vagy az embriót elviselje a szervezetébe, tehát tulajdonképpen vissza van szorítva az immunvédekezése. És hát azon kívül vannak olyan betegek, akik szívbetegek, vagy tüdőbetegek, akiknek egyébként is valami hibájuk van, és akkor esetleg súlyos betegséget kaphatnának. Lépét kivették valakinek, annak kötelező. Tehát ilyen betegek részére ezek. És érdemes még oltatni magukat, aki esetleg eddig nem tette, mert 2 hét a kialakulása, és hát most csúcsosodik az influenza járvány, hát lehet, hogy az ember az utolsó pillanatban is megkaphatja még. Ha valaki vonakodik az oltástól, és mondjuk úgy dönt, hogy nem kéri, akkor milyen megelőzési formák közül válogathat? Hát az immunrendszer erősítése, visszatérvén az első szavainkra, azt minden módon azt kellene elérni. Most itt sok minden van, ami javítja az immunrendszert, például a rendszeres sporttevékenység,
akkor a vitaminok irányából megközelítve a C-vitamint mindenképpen megfelelő mennyiségbe be kell vinni a szervezetbe, mert az nagyon fontos. Akkor van a D-vitamin, szintén a vitamin irányból, és a D-vitamin szempontjából, ami nagyon lényeges, hogy minden nap legalább egy-két órát szabad levegőn kellene úgy tartózkodni, hogy az ember bőrét valamennyire is érje a napsütés, és így jön létre a D-vitamin, ami mindenhez nagyon fontos, még a daganatokhoz is fontos a D-vitamin szint. És ez sajnos végeztek vizsgálatokat, de nem csak Magyarországon, már külföldön is, szinte mindenkinek alacsony a D-vitamin szintje. Ez sajnos az életmód változásból fakad, hogy az emberek régen 12 órát kint voltak a szabadban, most viszont hát jó, ha egy órát kint töltenek, azt is esetleg buszba, autóba, és hát ez az nagyon sok elektromos szmog, ami minket ér, az is károsítja az immunrendszert. Tehát mondjuk a megelőzésben annyira azt nem tudjuk mondani, hogy kevesebbet nézzünk tévét és internetet, viszont többet legyünk kint a szabad levegőn. A táplálékaink tekintetében melyek azok a fő vitamin források, amelyekre fokozottan oda kell figyelnünk, hogy minél többet fogyasszunk belőlük ebben az időszakban? Hát a C-vitamint tartalmaz a sok étel, de amire legjobban oda kellene figyelni az, hogy mi Magyarországon termett dolgokat együnk. Tehát ahogy régen a savanyú káposzta volt egy nagyon kedvelt, most már lassan a gyerekek nem is ismerik, hogy mi az, mert csak a, mit tudom, ilyen rántott, mélyhűtött cuccokat szeretik. Meg, tehát nálunk meg a hagyma, ugye azt régen az öregek is, meg hát még József Attila is leírta, hogy nagyot harapott a hagymából, tehát ez nagyon sokat ették, sőt még a egyiptomi piramisok falára is föl volt írva, hogy mennyi hagymát és fokhagymát fogyasztottak azok az emberek, akik ott építkeztek, mert annyira fontos volt az akkor, és hát ez most még fontosabb, mert ugye hát hol már több vitaminforrás télen nem nagyon van. Meg ha más nincs, akkor vegyünk C-vitamint, és szopogassuk szorgalmasan. Nem lehet elég sokat enni belőle, a C-vitamin, ez nem mérgező, fölösleg kiürül. Tehát minden nap kell C-vitamint fogyasztanunk, ez egy nagyon fontos momentum. Igen, hát egy gyümölcsöt is lehetőleg azt, ami nálunk termett, és nem külföldről, és nem nagyon messziről érkezett, mert azok nem vették magukba a napsütésből a megfelelő C-vitamint, mert éretlenül szedik le. Tehát ha mit tudom én, mondjuk Görögországból, vagy innen közelről jön valami, az még jó, mert ezt éretten szedték le. Doktornő, mi történik abban az esetben, hogyha nem sikerül kivédenünk a betegséggel a megfertőződésünket, akkor milyen tünetekkel vesszük észre azt, hogy mi influenzások lettünk, illetve egyáltalán milyen úton terjed ez a betegség? Hát a betegség forrása a beteg ember. Úgyhogy a megelőzés egyik fontos része, hogyha valaki megbetegszik, tehát mondjuk magas láza lesz, akkor ne menjen be dolgozni, hanem maradjon szépen a otthonában, mert fertőző forrásként szerepel. A beteg ember, akiben ugye sok vírus mindenhol van, tüsszent köhög, és ebben apró nyálcseppecskék kerülnek a levegőbe, ami mind rajta vannak a vírusok. Most ugye ezt közvetlenül is ember rátüsszög az emberre egy beteg, akkor már is megkapta, és a torkában egy pirosságként jelentkezik, ezt tudjuk megnézni. És hát tulajdonképpen kerüljük a beteg embereket röviden. Ha valaki lázas beteg, akkor semmiképp se látogassuk meg, majd ha meggyógyul, akkor majd beszélünk vele. Nagyobb összejöveteleket ilyenkor nem célszerű tartani, mert másnapra általában mindenki megbetegszik. Nagyon fertőző az influenza, tehát olyan 90-95%-ban megkapja az, aki találkozik vele. És hát ezek után magas láz, izomfájdalmak, még a bőre is fáj, ezek a tünetek, az első egy-két napban fejfájás, és hát ilyen általános levertség, nagy gyengeség. Ilyenkor, ami a legfontosabb az, hogy igyon bőven folyadékot. Leginkább itt a Galga völgyébe vizet szoktam javasolni, mert a csapvíz nagyon jó. És hát de persze teát is lehet, de legalább 1-3 litert egy nap.
a folyadék, az elősegíti azt, hogy a betegség és a védekezés haladjon, tehát hogy ne rekedjen meg egy szinten. Gulláscsillapítás, vagy 38 fölött fontos. Az pedig hát a legeredményesebb az egyrészt a priznic, amit régen csináltak, ami azt jelenti, hogy hónajtól bokáig be kell csavarni valakit egy nedves lepedőbe. Úgyhogy nem a csukló és a boka, az nagyon kicsi. Lényeg az, hogy nagy felületen éri a nedves ruha, mert ekkor párolog a test nagy felületen, és le tudja adni a hűt. És ugyanez a hűtőfürdő ugyanerre vezet, hogy bele kell ülni egy kád olyan vízbe, ami nem hideg, hanem olyan kellemes meleg, amit még elbír a lázas ember. Hőfok tekintetében ez mit jelent? Hát kellemes. De nem kell, se forrónak nem kell lenni, mert az fölviszi a lázat, se hidegnek nem kell, hogy ne merjen belemenni, hogy vacogjon, hanem egy olyan, amit még elbír, ami tehát jó. Tehát ami a lázas ember részére egy kellemes. Ami még nekik elviselhető, és akkor fél órát legalább benne kell tartózkodni, mert muszáj, hogy legyen idő, és a haját is jó be kell vizezni. Tehát a lényeg ott is a párolgás. Közben persze lehet egy picit hűteni a vizet, de nem az a lényeg, hogy hideg legyen a víz, hanem hogy a testén a párolgás levigye a hőmérsékletet. Ez a kettő, ami fontos. Milyen házi praktikák vannak még, amiket tudunk alkalmazni itt a lázcsillapításon kívül az influenzás megbetegedésünk során? Hát ami mondjuk a köhögésre van egy nagyon kedves régi-régi teja, ami a hagymának a barna héjából kell főzni egy teát, és a égetett cukorba egy másikat, ami ugye fekete lesz. Ezt a kettőt összeönteni, és ez nagyon jó a köhögésre, és bár szörnyen hangzik, hogy a teá a hagymahéjból, de a karamell íz az egészen jól semlegesít, és a gyerekek is nagyon szeretik. Nem kell sok anyag bele, aránylag kevés, és nyugodtan lehet inni köhögés ellen is. Hát ha a náthás valaki, mert ugye azért az is lehet, hogy szövődik, akkor meg orrsprét szoktunk javasolni, ami jól elterjed az orrban. Nem csak egy kis helyen csöpög le, hanem mindenhol. Ugye arcüreggyulladásnál ez nagyon jó, hogy az arcüregek ki tudjanak tisztulni. Tehát az orrspré. Nagyon sokan a gőzölést alkalmazzák. Ez mennyire hatásos ilyen esetben? Hát az influenzánál nem nagyon célszerű gőzölni, mert ugye ahogy behatol a vírus, nagyon piros és érzékeny lehet a torok. Tehát amúgy is vérbő. És akkor ezt a forró gőzt, hogy ráeresztjük, hát az inkább ártalmas, mint hogy használna. Úgyhogy azt nem, én nem javaslom. Biztos van olyan betegség, amire jó, de az influenzára pont arra nem. Hol van az a határ, amikor már a házi praktikákat el kell, hogy felejtsük, és mindenképpen orvoshoz kell fordulnunk? Hát egy-két nap az elején, de előfordulhat, hogy valakinek nagyon erős gyulladása van, és nagyon rosszul érzi magát, akkor szerintem mindjárt az elején is lehetne orvoshoz fordulni, és főleg a házi orvos tudom javasolni. Tehát hogyha fáj a bőrünk, akkor ne a bőrgyógyászhoz, ha a torkunk fáj, akkor ne a gégészetre menjünk el, hanem a házi orvoshoz, mert ő tudja ezt teljes magasságában és szélességében ezt a betegséget követni. Ugye vannak elvéte, vannak azért más lehetőségek is, hogy valaki influenzás időszakban mástól lázas. Tehát azért telefonján már úgy hiszem mindenkinek van, és a házi orvosok telefonon nagyon jól elérhetők, úgyhogy ezt már meg lehet beszélni, akár az első nap is. Arról nem is szólva, hogy táppénzbe is kell venni azt, aki dolgozik, ha otthon maradt, úgyhogy feltétlen az első nap hívja fel a házi orvosát. A továbbiakat megbeszélik, hogy milyen tünete van, be tud-e menni, vagy kimegy hozzá a házi orvos. Az előbb említette a doktornő, hogy szövődményként a nátha is megjelenhet, de ezen kívül még milyen szövődményei lehetnek az influenzának, hogyha valaki nem kezelteti magát rendesen? Hát mondjuk a kezeléstől annyira nem függ. Nem tudom, hogy mitől függ, de van egy olyan kapcsolat a vírusok és a baktériumok között. Sajnos mostanában egy 10 éve, hogy a vírus előkészíti a terepet, és akkor 1-2-3 nap után jön a baktérium fertőzés.
Tehát ezek összefogtak sajnos ellenünk, úgyhogy nekünk is meg kell próbálni ezt észlelni. Tehát, hogyha mondjuk az orváladék zöldes, sűrű, sárga, esetleg véres, akkor arcüreggyulladás van. Akkor hát lehetséges tüdőgyulladás, ami vírusos is lehet, ami sokkal veszélyesebb még, de lehet baktérium is, tehát lehet ez a kettős. Hát, hogy lehet felfedezni, hogy valakinek tüdőgyulladása van? Házilag úgy lehet talán, hogy fáj a tüdeje. Tehát nem a háta, nem a bőre, nem az izma, hanem a köhögéskor két oldalt belül érez fájdalmat, vagy egy oldalt, hogyha egy oldali, és hát egy véres köpet is szokott lenni, ami nem az orrból jön, hanem a köhögéssel kijön esetleg, de bármilyen komolyabb baja van, akkor csak a házi orvosra kell visszatérnem, aki meghallgatja és fölveti a gyanút ez ügyben. És ilyen esetekben már antibiotikum kell az arcüreggyulladásra is, a tüdőgyulladásra is. Mi a különbség az influenza és a nátha között? Hát az influenza végülis mind a kettőt vírus okozza. A náthát okozó vírus az nem egy, hanem sokféle van. És a tünetekben az a különbség, hogy magas láz, az csak az influenzánál van. A náthánál legfeljebb hőemelkedés ilyen 37-5-ig terjedő, de az sem szokott lenni. És az orrfolyás az pedig csak a náthára jellemző, az influenzában a friss esetekben még nincs orrfolyás, csak akkor, hogyha szövődik később egy másfajta vírusfertőzéssel, ugye vele a nátha vírussal. Tehát a náthával végül is olyan túl sok teendő nincs, az orrspray, mint ahogy mondtam, az általában megoldja. Meg az embernek az immunrendszere, mert végül is akármit is teszünk, tulajdonképpen a saját immunrendszerünk az, ami elpusztítja a vírusokat végül. Összefoglalóan tehát akkor azt mondhatjuk, hogy nemtől és korosztálytól függetlenül mindannyian figyeljünk oda arra, hogy megfelelő időt eltöltsünk a szabad levegőn lehetőség szerint minden nap, kerülve a tévét, elektronikai cikkeket, tehát inkább válasszuk a szabad levegőt, ha már választhatunk, fogyasszunk vitaminokat és nagyon sok folyadékot, illetve zöldséget, gyümölcsöt. Igen. És a rendszeres sportolás. Rendszeres testmozgás, amit esetleg sétával lehet kiváltani. És akkor két legyet ütünk egy csapásra. És bízunk benne, hogy így sikerül megelőznünk a betegség elterjedését, és aztán, ha mégis elkapjuk, akkor pedig az említett módszerekkel orvosolni tudjuk magunkat. Igen, hát tulajdonképpen az elterjedést, tehát hogy járvány legyen, azt úgy lehetne megelőzni, hogy elkülönítéssel. Tehát ha valaki beteg, akkor maradjon otthon. Ameddig viszont nem beteg, addig menjen a szabad levegőre. Addig igen, így van. Köszönjük szépen, doktornő, hogy megosztotta velünk ezeket az információkat. Szívesen. Talán emlékeznek még kedves nézőink, hogy az egyik nyárvégi adásunkban vendégünk volt Paraszkai Sára, a Galgevézi Ökofalu egyik lakója, illetve az alapítvány egyik alapító tagja. Most azonban egy másik kedves vendéget hívtunk meg a téma kapcsán önökhöz, méghozzá a Galja Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány igazgatóját. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, Gábor Eszter a vendégünk a mai napon. Paraszkai Sára már korábban beszélt nekünk arról, hogy rendszeresen vannak a Galgevízi Ökofaluban nyílt napok. Ez lesz az egyik kiemelkedő témánk a mai napon. Ám arra kérlek, Eszter, hogy első körben mesélj nekünk az alapítvány rövid történetéről, és arról, hogy jelen pillanatban mi a helyzet a Galgevízi Ökofaluban. Nyilván ezt Cserik is említette, hogy az alapítvány 90-ben alakult, azzal a céllal, hogy egy élhető vagy egy fenntarthatóságnak megfelelő lakóközösséget, illetve életteret hozzon létre, ez lenne a Galgevízi Ökofalu. Ám az alapítók akkor azt gondolták, hogy nem elég csak házakat építeni, illetve néhány lakó számára megteremteni ezeket a körülményeket, hanem ez egy jól megalapozott, gyakorlatilag vidékfejlesztési és fenntarthatósági kísérlet is legyen egyben, tehát egy időben megalakult a Galga Farm Szövetkezet, ami egy ökológiai gazdálkodást folytat most már gyakorlatilag 20 éve, és a vegyszerek teljes kizárásával
termeszti, illetve tenyésztjük az állatokat, illetve a feldolgozás során nem használunk semmilyen vegyszert, illetve adalékanyagot. És hát ezzel megalapozva azt gondoljuk, hogy és folyamatosan fejlődött az elmúlt 20 évben, ugye nagyon sok minden történt az alapítvány, illetve az Ökofalu házatáján, tehát nagyon sok szakhatóságnak kellett engedélyezni azt, hogy ez a település létrejöhessen, és hát 2007-ben fölépült az első ház, jelenleg 12 család lakik már kint, és hát folyamatosan fejlődünk, illetve most már gyakorlatilag az infrastruktúránkon kívül majdhogy nem az önellátás teljes skáláját elértük, illetve energetikailag is próbálunk függetlenedni. Tehát az idei évben egy EU-s projekt keretében szélkerekeket, illetve napkollektorokat fogunk bemutatni, illetve működtetni, valamint bemutatjuk a földhő hasznosítási lehetőségeit, tehát kvázi mint egy élő múzeum fog működni a Galgahévízi Ökofalu. Erre visszatérünk még részletesebben is mindenképpen. Most azonban egy kicsit kapcsoljuk a témánkat a nyílt napok köré, hiszen április 1-én lesz április első vasárnapja. Igen. Ugyanis ti minden hónap első vasárnapján tartjátok a nyílt napokat. Igen. Hogyan zajlik egy ilyen nyílt nap az Ökofaluban? Ennek nagyon szigorú programja van, illetve nagyon igyekszünk minden alkalommal 10 órakor gyülekezni a Gaia Hotel és a éttermében, és akkor itt van egy rövid tájékoztató előadás, illetve egy kicsit beszélgetünk a látogatókkal is, hogy ők miért jöttek, és mit szeretnének igazából hallani, látni, és majd ezek után kimegyünk a farmra, ahol lehetőségük van a gyerekeknek állatokat simogatni, biotermékeket kóstolni, vásárolni, de minden alkalommal igyekszünk a programokat, azon kívül, hogy ugye az alap létesítményeket, illetve a farmot, illetve az Ökofalut bemutatjuk, programokkal is próbáljuk a nagy érdeműt szórakoztatni, tehát általában az ünnepekhez kötődően, tehát most például az áprilisi nyílt napon mindenképpen lesznek gyerekfoglalkozások, tehát ilyen tojásfestés, esetleg díszeket készítünk, úgyhogy mindig sok minden érdekességgel várjuk, illetve táplálkozás és egyéb tanácsokat, tippeket is adunk, tehát például a süteményeket lehet megkóstolni, és akkor annak a receptjét elmondjuk, vagy éppen gyógyteákat mutatunk be, hogy éppen az adott évszaknak megfelelően mi a legjobb a védekezésre. Tehát igyekszünk ilyen előadásokkal is, meg ilyen ismeretterjesztő programokkal is várni a látogatókat. Hogyan alakul az érdeklődőknek a létszáma, mondjuk így az elmúlt néhány év tapasztalata alapján? Csökken, nő, stagnál? Mi a helyzet ezen a téren? Általában az idő függvénye, de mindig vannak. Tehát, hogy például most a legutóbb, tehát februárban volt az, amikor az a nagy hópont a vasárnap esett, illetve szombaton még hóvihar is volt, és így is 10 látogatónk volt. De hát egyébként nyilván, hogyha így ilyen jó idő van, és mondjuk ünnep előtt vagyunk, vagy tényleg a nyári időszakban, tehát ilyen 100 és 150 fős látogatói létszám is előfordult már, illetve hát ezt folyamatosan próbáljuk különböző médiumokon keresztül, hát nem hirdetni, de azért egy kicsit megmutatni, hogy ez is egy jó program lehetőség akár egy családnak, és hát be is tudnak itt vásárolni, tehát hogy ez egy ilyen komplex program tud lenni, hogy a papa, mama és a gyerekek is jól érzik magukat, és mellette még minőségi élelmiszert is tudnak vásárolni, mert szoktunk például termelőket hívni a környékről, tehát ugye nekünk vannak ugye az alap termékeink, tehát tejtermékek, húsáruk és pékáruk, és akkor így a helyi termelőket zöldséggel, mézzel is meghívjuk, úgyhogy ez egy elég ilyen kis... Nem csak szórakoztató, hanem egészséges igen, és aztán a további időszak is ezekkel a termékekkel. Azt szeretném még tőled megkérdezni, hogy milyen régiókból, milyen földrajzi területekről érkezik ez a sok látogató, hiszen azért ez elég szép létszám, amit itt említettél. Hát gyakorlatilag mondhatom, hogy az egész országból. Persze nyilván azért mondjuk egy 50 kilométeres kör az, ami, tehát inkább Budapest és a környező települések, vagy hát azon belül található települések, de tényleg van, aki fölkerekedik, akár Nyíregyházáról is, tehát elég sokan
érdeklődnek az életmód iránt, meg tehát így minden programok iránt is, úgyhogy változó tényleg. Volt már arra példa esetleg, hogy valaki ellátogatott egy nyílt napra, és aztán később mondjuk ezért vált az ökofalu lakójává? Igen, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az összes falu lakó így került kapcsolatba velünk, tehát egyébként ez úgymond feltétel is, vagy szempont, hogy aki az ökofaluba szeretne költözni, az a első körben a nyílt napon tud velünk megismerkedni, illetve igen, tehát végül is mondhatom, hogy a lakók azok gyakorlatilag nyílt napon ismerkedtek meg velünk, és azután költöztek be. Uh-huh. És most pedig ugye a folyamatos fejlesztéseket, hogyha tekintjük, akkor már folyamatban van egy új projektetek, amit igen. Említettél. Ez az úgynevezett élő múzeum kialakítás, uh-huh. ami szintén a fenntarthatóság jegyében zajlik. Lesz ennek egy nyitó ünnepsége májusban, majd mindjárt elmondod a pontos időpontot, uh-huh. és azt is, hogy mi is egész pontosan ez a projekt, amiről itt szó van. Igen, hát ez a magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési program keretében valósul meg. Ez egy szlovák ökofaluval közösen, illetve partnertként valósítjuk meg, ők is egy ökofalu, és ők is hasonló fejlesztéseket valósítanak meg, mint mi. És gyakorlatilag a szilárd és folyékony biomassa rendszert, napkollektorokat, szélgenerátorokat, a fotovoltaikus áramtermelést, a földhőrendszert fogjuk bemutatni, illetve a már meglévő, tehát a természetes építőanyagokat és ezeknek a technológiáit, illetve a precízos ökológiai gazdálkodást, valamint kialakításra kerül egy hektáros permakultúrás kert is, és be szeretnénk mutatni a szerves hulladékok feltárási lehetőségeit is. Tehát gyakorlatilag tényleg mindent, amit ezekről a dolgokról tudni lehet, azt az élőben is működés közben fogjuk bemutatni a látogatóknak. Úgyhogy május 18-án és 19-én egy ilyen kétnapos rendezvény keretében nyitjuk meg ezt a bemutató központot. Hát nyilván ennek lesz egy ilyen protokoll része is, ugyanis az Európában egyedülálló komplexitását tekintve ez a bemutató központ, de igyekszünk ilyen, tehát galgamenti tánccsoportot szeretnénk meghívni, tehát hogy egy ilyen a vidéki életet is népszerűsítendő, illetve hát olyan családoknak is olyan programokat, tehát például szeretnénk egy úgynevezett paraszt olimpiát is szervezni, ami egy ilyen ügyességi játékokból álló vidám kis valami lesz. Úgyhogy szeretnénk ezt így nagyon színessé tenni. És hát onnantól kezdve, ugye 18-án, 19-én ez az ünnepélyes megnyitó után, pedig ugye egész évben várjuk a látogatókat, tehát folyamatosan meg lehet nézni ezeket a dolgokat, amiket mi ott létrehoztunk. És hát a nyílt napok azok folyamatosan ugyanúgy fognak zajlani. Emellett is, igen, de hogy egyéb időpontban is bármikor szívesen várjuk az érdeklődőket. Ahogy említetted a projektnek az elemeit, hogy mik azok, amik készülni fognak, és mik az elérendő célok ezzel kapcsolatban, bennem felmerült egy olyan kérdés, hogy ez vajon párhuzamban van-e egy esetleges munkahelyteremtő elképzeléssel? Lesz-e itt arra lehetőség, hogy mondjuk a környéken élő, vagy nyilván az ökofaluban élő emberek ebbe kapcsolnak, de mondjuk akik itt a térségben élnek, vajon van-e nekik arra lehetőség, hogy részt vegyenek ebben valamilyen formában? Hát természetesen nyitottak vagyunk, tehát igazából nem zárkózunk el az elől, hogyha valaki szeretne hozzánk csatlakozni. Hát most, hogy ennek a hogyanjáról, illetve a mikéntjéről nem tudok különösebben részleteket mondani. Persze, tehát mi abszolút az alapítvány folyamatosan minden olyan dologban nyitott, és hát várja tényleg az érdeklődőket, tehát akár tanácsadással, akár milyen szempontból, tehát persze. Hiszen azért ezekből a folyamatokból nagyon sokat lehet tanulni is, akár igen, egy-egy igen. szakmai területen, amit a biogazdálkodás, a fenntarthatóság jegyében zajlik, ez ugye egy elég reform és korszerű gondolatmenet. Igen, és hát az a tapasztalat, amit ugye 20 év alatt felhalmoztunk, azt nem szeretnénk megtartani magunknak, hanem hát nyilván ezért dolgozunk, hogy ez minél több ember számára elérhető legyen, és hát ez a célja ennek a bemutató központnak is, hogy tényleg akár
hogyha valaki lakossági felhasználásra szeretne mondjuk egy napkollektort otthonra telepíteni, akkor meg tudja azt nézni, hogy ennek mik a költségei, mi a hozama, ezt tanácsot is adunk, tehát szakemberek tudnak abban segíteni, hogy hogy tud akár egy család, vagy akár egy panelban lakó is egy kicsit változtatni az életén. Egészségesebben, gazdaságosabban élni. Igen, tehát a táplálkozás, tehát hogy minden az élet minden területén igyekszünk valamilyen utat mutatni az embereknek. Milyen fórumokon tudnak titeket felkeresni az érdeklődők? Hát elsősorban a weboldalunkon, ez a www.gaja-alapítvany.hu, és hát van egy ingyenesen hívható számunk is, ami egy 80-as, 880 és 015-ös szám. Illetve hát e-mailen, de ezek a honlapon minden információ megtalálható, fent vagyunk a Facebookon is, tehát az összes létező helyen, ahol elérhetővé tesszük magunkat. Tehát sokoldalúan kapcsolatteremtő képesek vagytok. Igen. Akkor április 1-e a következő dátum, ajánljuk a kedves nézők figyelmébe, aztán pedig a májusi nyílt nap, majd május 18-án, 19-én az élő múzeum is megtekinthető, amin már szorgosan tevékenykednek az Ökofalu dolgozói és a kapcsolódó alapítvány munkatársai. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és további sikeres munkát kívánok nektek. Köszönöm, viszont ki. Köszönjük. Önök a Porta 34. adását látták. Köszönöm, hogy ismét velem tartottak, hamarosan várom Önöket új témáinkkal. Viszontlátásra!